Köszöntöm a TV Szentendre nézőit, Önök a Szentendre ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Személy jövedelemadó. Számos szentendrei civil szervezet várja az adó 1% felajánlásokat. Kullancs invázió. Fokozottan védekezzünk a kórokozók ellen. Dumcsa Korzó. A zöld ételekre fókuszáltak a fesztiválon. Sok civil szervezet várja Szentendrén is évről évre az adóbevallások időszakát, mert a nekik felajánlható 1% bevételi forrásaik fontos részét képezik. Ahhoz, hogy a felajánlás célba érjen, pontosan a megadott határidőig kell benyújtani a nyomtatványukat. Minden évben lehetősége van a magánszemélyeknek nyilatkozniuk az adójuk 1+1%-ának felajánlásáról. Érdemes azonban a nyomtatványokat pontosan kitölteni, hogy célba érjen a támogatás. Városunkban sok civil szervezet várja ezt az időszakot, mert legyen szó akár állatvédelemről, sportról, egészségről, kultúráról, vagy oktatási intézményekről, mindenkinek jól jön a támogatás. A magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is jogosultak rendelkezni, ha az említett tevékenységből vagy más jogcímen szereznek az összevont adóalapba tartozó jövedelmet. A személyi jövedelemadó törvény ebben az évben is lehetőséget ad arra, hogy az adózó felajánlja a személyi jövedelemadója 1+1%-át. Ez a felajánlás lehet civil szervezeteknek és lehet egyházaknak. Ha fel akarjuk ajánlani a személyi jövedelemadónk 1+1%-át, akkor ki kell töltenünk egy úgynevezett rendelkező nyilatkozatot. A rendelkező nyilatkozatban, hogyha civil szervezeteknek ajánljuk fel a személyi jövedelemadónk 1+1%-át, akkor ne felejtsük el ráírni a civil szervezet adószámát, hogyha egyházaknak ajánljuk fel a személyi jövedelemadónk 1+1%-át, illetve 1%-át, akkor az egyházaknak a technikai számát kell ráírni. Hogyha nem ajánljuk fel a személyi jövedelemadónk 1+1%-át, tudni kell, hogy akkor sem vész ez el, akkor az állam a költségvetési törvénynek megfelelően fel fogja azt használni. Tipikus hibák a személyi jövedelemadó bevallásban, amikor nincsen ráírva, ha papíralapon adjuk be a személyi jövedelemadó bevallásunkat, akkor nincsen aláírva, nincs feltüntetve az adószám, illetve az adóazonosító szám. Családi kedvezménynél, illetve az új házasok kedvezményénél, kedvezmény igénybevételénél nincsenek feltüntetve az adatok, vagy helytelenül vannak feltüntetve az adatok. A kifizető által levont adóelőleg rossz sorban szerepel, illetve nem szerepel. Illetve tipikus hiba még, hogyha visszaigényeltük az adónkat, olyan bevallást adtunk be, amiben visszakértük az adónkat, akkor nem tüntettük fel a bankszámlaszámot, illetve a postai címet, amire visszakérjük az adónkat. Hogyha hibásan adtuk be a bevallást, akkor vagy az adóhatóság hivatalból kijavítja, tehát ha olyan a hiba, amit ki tud javítani az adóhatóság magától, akkor azt kijavítja. Ha nem tudja kijavítani az adóhatóság, akkor kapunk az adóhatóságtól egy megkeresést, be kell menni a NAV ügyfélszolgálatára személyesen, és ott segítenek kijavítani a személyi jövedelemadónkba lévő hibákat. Fontos időben beadni a személyi jövedelemadó bevallást, de a határidőn kívül még számos hiba lehetőséget kell figyelnünk és elkerülnünk, mint például időben be kell érkeznie a hatósághoz az adónak. A nyilatkozatoknak pontosan kell feltüntetni a kedvezményezetteket, valamint a felajánló adóazonosító jelét is. A személyi jövedelemadó bevallás határideje május 20, hogyha a munkáltató által készítettük el az adóbevallásunkat, akkor május 10-éig le kell adni a munkáltatónak minden ezzel kapcsolatos dokumentumot. A munkáltató elkészíti ez alapján az adóbevallást, és május 20-áig benyújtja az adóhatósághoz. Hogyha mi készítjük el az adóbevallást saját magunk, és saját magunk küldjük be, akkor is természetesen május 20-a a határidő. A rendelkező nyilatkozatok beküldésének a határideje is május 20-a. A rendelkező nyilatkozatok azok a személyi jövedelemadó bevallás részét képezik, de be lehet küldeni önállóan is.
hogyha elmulasztjuk ezt a határidőt, akkor egyrészt a rendelkező nyilatkozatunk érvénytelen lesz, ami azt jelenti, hogy a kedvezményezettek nem fogják megkapni az általunk felajánlott 1+1%-ot, illetve, hogyha a személyjövedelemadó bevallásunk május 20-án évfélig nem érkezik be, akár postán, akár elektronikusan, akkor az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki. Közeleg a május 20-ai bevallási határidő, ezért időben kell tájékozódni, hogy mely szentendrei civil szervezetet szeretnénk támogatni, adunk 1%-ával. Invázió várható a kullancsokból, idén a Szentendrét körülvevő erdőkben, réteken. A kórokozók által terjesztett betegségek ellen akkor is érdemes védekezni, ha csak a város parkjaiba vagy a kertben merészkednek ki. A szakemberek szerint az elmúlt évek enyhe tele kedvezett a kullancsok elszaporodásának. A közhiedelemmel ellentétben a kullancsok nem a fákról esnek az áldozatukra, és nem is kizárólag az erdőben jelenthetnek veszélyt, hanem a fűben, bokrok alacsony ágain tartózkodnak, és az arra sétáló állatok szőrébe vagy az ember ruháira akaszkodnak fel. Az idei enyhe tél is kedvezett az elszaporodásuknak, különösen a környékbeli pilisi erdőkben, de a szentendrei parkokban, kertekben is előfordulnak. A kullancs az, ami a legjelentősebb talán, ugye az utóbbi években nem volt igazán kemény tél, és ez kedvez ezeknek a túlélésében. Kétfajta betegséget okoz, ezt el szoktuk mondani, de azért nem árt elismételni. Van a vírusos nagyhártya, hát agyverőgyulladás, amit tud okozni, ez ellen van védőoltás, és ezt érdemes is itt a környékünkön, azt szoktam mondani, beadni, mert nem csak az erdőben, hanem bizony a kertekben is megtalálható, és a házi kedvencek is be tudják hozni. Fontos figyelni arra, hogy ez ismétlendő védőoltás, tehát írjuk föl azt, hogy mikor kaptuk az oltásokat, mert a harmadik beadása után is 5 évente ismételni kell ezt az oltást. A másik, ami egy picit még gyakoribb, ugye az a kullancsokozta Lyme-kór. Itt arra kell figyelnünk, hogy ha észleltük magunkban a kullancsot és eltávolítottuk, az nem baj, hogyha a feje beszakad, nyilván jobb, hogyha sikerül teljes egészében eltávolítanunk, az már nem fogott semmi problémát okozni. A kullancs csípésnek a helyét kell figyelnünk. Körülbelül 10-14 nap az, ami után kialakulhat esetleg, hogyha fertőzött volt ez Lyme-kórral, egy ilyen szabálytalan 5 cm-t meghaladó folt. Ez az, amit kell figyelnünk. Vérvétel az, ami leginkább meg tudja ezt mondhatni egyértelműen. Ezekről azt kell tudni, hogy ezek mind fizetős vizsgálatok, tehát itt az STK-ban is megcsinálják, de magánszakrendelések vannak, amik specializálódtak erre, és őket is érdemes felkeresni, hogyha bármiféle bizonytalanság van ebben a kérdésben. A helyi szakember tapasztalata szerint a környékre kevésbé jellemző a vírusos kort magában hordozó kullancs. Inkább a Lyme-kor előfordulása a gyakoribb. Tavaly hetente 1 esetet regisztráltak. A vírusos az hál' Istennek nem. Tehát az ugye egy lakosra 100 000 csípésből jut egy-egy, és nekem is ez a tapasztalatom, hogy az nem volt annyira. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ebben benne van az is, hogy azért elég jelentős az átoltottság, és nekem még van olyan tapasztalatom is, hogy aki be van oltva, aztán kevésbé is szeretik a kullancsok. Lyme-kor az már több. Azért itt vagyunk a Pilisben, nagyon szép helyen, de ennek a veszélyei is megvannak. És a budai hegységekre is jellemző egy nagyobb lefedettség. Én a csipeszes megoldást szoktam. Ezzel óvatosan meg lehet fogni, ez egy speciálisan kialakított kis csipesz, és óramutató járásával ellentétesen egy nagyon rövid idő alatt ki lehet ezt venni is szépen. A kullancs mellett más rovarok csípéseivel is számolni kell egy-egy kirándulás alkalmával, azonban nem kell minden esetben orvoshoz fordulni. A méh vagy darás csípéseknél ugye van, amikor azonnali beavatkozást igényel, ezek azért általában elég egyértelmű tünetek szoktak lenni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ha valakinél ilyen reakció kialakult, akkor fontos lenne minél inkább nyugalomba lenni, ugyanis a mozgással, vagy ha elkezdünk futni, akkor csak fokozzuk a bajt, mert keringés javulással méreganyag is jobban a szervezetbe kialakítja a betegséget.
Ami fontos még, hogy nem kell megijedni, hogyha csak egy-egy ilyen csípés volt, és az a kéz meg a lábfejem van, azok nagyon gyakran 3-4 napig is akár, egyszerűen anatómiai viszonyok miatt látványos duzzadást tudnak kialakítani, de nem annyira veszedelmesek, mint amilyen csúnyák. Pók az ugye bármikor lehet, de azt tudom tanácsolni, leginkább azért ez a darázsm és a mélycsípés az, ami veszélyes, úgyhogy kirándulóknak, vagy egyáltalán kisgyermekes anyukáknak is érdemes egy kis kálciumot tartani mindig nálunk, és azt az első adandó pillanatban, akár tudjuk, hogy allergiások vagyunk, akár nem, azt érdemes meginni, mert az a baj, nem csinálunk, csak segítünk a szervezetnek a védekezésben. A legfontosabb szabály azonban az, hogy minden szabadban töltött nap után nézzük át gyermekünk, családtagjaink bőrét, hiszen ha kullancs rövid ideig volt a bőrben, a fertőzés kialakulása mindkét veszélyes betegség tekintetében igen valószínűtlen. Az egészség jegyében várta a látogatókat Magyarország leghosszabb ingyenes fesztiválja, a Szentendrei Dumcsakorzó. A gasztronómiai fesztiválon a természetes ízek és a helyi termelők álltak május 2. hétvégéjén a fókuszban. Szentendréről elsősorban mindenkinek a művészet jut az eszébe, de érdemes ellátogatni az ország leghosszabb ingyenes fesztiváljára is, ami szintén városunkban található. A kulturális és gasztrofesztivál hétről hétre más arcát mutatja a látogatóknak. Május 2. hétvégéjén a zöld ételek, egészséges táplálkozás várta az ideérkezőket. Köszönjük szépen, tetszik minden, igen. Nagyon jó, hogy ilyen sok mindennel készültek, szép az idő is, úgyhogy szeretnénk megnézni a Marcipán Múzeumot, mert régen voltunk itt. Gyerekeknek mi tetszik, vagy mit nézegettek meg? Hát a fagyi. Fagyi Marcipán. Ott van egy körhinta. Az ország minden pontjáról érkeznek látogatók a fesztiválra, amit még különlegesebbé tesz az utcán berendezett enteriőrök sokasága. Ez alkalommal az egészséges táplálkozás mikéntjébe is belekóstolhattak a látogatók, de a hagyományos ételek kedvelői is találtak maguknak finomságokat. Szóval egy nagyon jó lángos. Tényleg ilyen jó lángos, meg sehol nem ettünk. Annyira finom. Most is megyünk oda majd, és nem is drága. Sokan vannak nagyon, az a kedvencem. Meg hát ez a sétáló utca, ez nagyon, nagyon tetszik nekem. Meg körül lehet nézni, meg kóstolgatni, ha lehet. Hát eltelj az egész napunk most, majd este fele megyünk. Ott lakunk Kispesten. A zöld fűszerek is fontos szerephez jutottak a hétvégén. Amellett, hogy megismerkedhettek velük a látogatók, a belőlük készített ételeket és a zöld frissítőket is megkóstolhatták. Szentendrei vagyok, úgyhogy ismerem, és mindig nagyon jó, szép, sok mindent lehet látni, amit máskor nem. Úgyhogy érdemes eljönni Szentendrére. Van, aki ékszert készít, és tűzománc és hasonló kerámia dolgokat, azok nagyon szépek, vagy azok kedvesek a szívemnek. A következő pünkösdi hétvégén a méz kerül majd a forgatag középpontjába, amikor a díjnyertes édességek mellett az élettani fontosságukkal is megismerkedhetnek a korzó látogatói, akik egy igazi méz királynővel is találkozhatnak majd. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Fókuszban című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a www.tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!